Véget ért a tanév a Nagykágyai egyes számú szakközépiskolában is. Elballagtak a 11A és 11B osztály végzős diákjai. A két osztály pincér, szakács, kőműves, nehézgépkezelő, valamint heggesztő és mezőgépész szakok tanulói. Az elballagó diákokat az iskola vezetősége, osztályfőnökeik, tanáraik és a 10. osztályosok búcsúztatták. Június 4. hetében a Székelyhídi Szabó Zsavárosi Színházban került megszervezésre a Zajgó Néptánc csoport évadzárója, mely gálán a házigazda mellett fellépett az Érköbölkúti Csorgó Néptánc csoport, a Debreceni Népi Együttes Szarkaláb csoportja, valamint a Székelyhídi Búzavirág Népdalkör. A családias rendezvény azt a célt szolgálja, hogy bemutassa az új tanult táncokat, valamint viseleteket. Idén a nézők mezőföldi, nagybányai, berettyómenti és szilárdsági táncokat is láthatott a fellépő táncosok előadásában, valamint szatmári népdalcsokrot hallhatott. Az esemény a Csóri Sándor alap támogatásával valósulhatott meg többek között. Hatodik alkalommal került megszervezésre a Szent Ivánéi Fesztivál a Bihar megyei Nagyszalontán, a Csonka torony tövében június 3. hetében. Az Arany János Művelődési Egyesület, a Nagyszalontai RMDS, valamint a Református Egyházközség által szervezett kétnapos eseményen változatos programokkal várták az érdeklődőket. A Szent Iványi Fesztivál 2017-ben indult útjára. Ez a hatodik alkalom, amikor megrendeztük. A pandémia idején sajnos 2 év kimaradt, de próbáljuk ezt a hagyományt őrizni és fenntartani. És most ebben az évben sikerült június 22-ére tervezni a programokat, mert, mint tudjuk, ez a leghosszabb nappal az évben, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a hétvége pont erre a napra esik. Kiállítások, koncertek, kamaraegyüttes előadások, könyvbemutató, színi előadások, játékok és gyermekrendezvények, valamint tárlatvezetés is szerepel többek között az idei programkínálatban. Arany János fordította a Szent Iványi álmot, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, ezért szeretnénk a fesztivál keretein belül ezt a kulturális örökséget továbbvinni, és a köztudatban is életben tartani. Erőpróba a kerti munka, a Stillel a megoldás mindig egyszerű. A kedvezményes ajánlatokról, fizetési lehetőségekről kérdezd a hivatalos Still márka kereskedőt és szervízt. Székelyhíd, Malom utca 24-es szám. Teljesítsd az évszak kerti kihívásait. Segít a Still! Kulturális befolyás ért, itt Váradon engem. Ugye, hát ez nem egy blues ős haza Várad, igaz? Ez inkább egy reneszánsz város. Hogyha nem dobálnak meg minket paradicsommal ma este, akkor esetleg gondolkozunk arról, hogy ezt folytassuk. Mondjak valamit a fületekben? Nyugodtan.
Üdvözlöm a nézőket, itt vagyunk a Borparton a 32. Festum Váradinum keretei között megrendezett hétvégén a Körösparton. Itt van A.G. Weinberger, fogadta el a meghívásunkat, aki nem soká színpadra lép. Üdvözöllek és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a kedves érdeklődéseket és a meghívásokat, köszönöm szépen, megtiszteltem. Sziasztok! Ugye te nagyváradi vagy, úgyhogy te most hazatértél azután, hogy bejártad Európát, az Egyesült Államokat. Te rockzenészből lettél blues zenész. Miért? Hát az, hogy blueszenész, az túlzás. Én nem tartom annak magam. Az igazság az, hogy... Többen azt mondják róla. Hát nézd, tudod, mindenkinek ez a véleménye. De engem sose kérdezett meg senki, hogy én hogyan vélekedek erről. Hogy én, akkor mi most megkérdezünk. Nézd, azt elfogadnom, hogy blues-a a rockon. Ugye, mert egy adott korosztályban mindenki így kezdi, mindenki ezzel ismerkedik. De aztán rengeteg zene, irodalmi, kulturális befolyás ért itt Váradon engem. Ugye, hát ez nem egy blues őshaza Várad, igaz? Ez inkább egy reneszánsz város. 1100 éves történelme. Ez így van. Igen. Én erre büszke vagyok, ezt nem akarom feladni. Szerintem inkább egy ilyen fúziós zenésznek tartom én magam, hogyha ezt eledig valahogy... Olyan, mint egy ilyen Michelin csillagos, fúziós szakács, aki a világ minden részéről összedi a fűszereket, a húsokat, a zöldségeket, és ebből egy ilyen nagyon drága ettál ételt. Amúgy meglepő, vagy nem meglepő, de nagyon szerény vagy egyébként ilyen szempontból, én azt tudom mondani. Egy picit kérdeznélek arról, hogy az Egyesült Államokban éltél kb. 7 éven keresztül, 2000-2007 között, és New York, Chicago, Las Vegas is állomásod volt. Volt-e kedvenc a három közül városként mondjuk, ahol éltél az államokban? Igen, Las Vegas. Las Vegas? Aha, miért? Tehát nem a kaszinók miatt. Gondolom. Az mégis egy majdnem 3 milliós nagyváros. Kitűnő a klíma. Akkor még olcsóbbak voltak a házak. Ez mikor volt akkor? 2001 és 2007 között. Aha. Még a nagy krízisek előtt, igaz? És egy szélesek az utcák, nagyok a házak, van parkolóhely. Tehát, és rengeteg munka van egy zenésznek, legalábbis volt akkor. Ugye Egyesült Államok, és akkor Nashville is szóba jött, ha jöttem, 2006 környékén adták egy lemezt Nashville-ben, illetve Seattle-ben is volt munkátok vele. Egy picit mesélj erről a dologról. Hát nézd, a munkák azok Nashville-ben történtek, ültem ott majdnem másfél hónapot, ez 2004-ben történt, aztán 2005-ben Seattle-ben találtunk egy, úgy hát ott is optimizálni kell a költségeket, egy olcsóbb stúdiót, ahol utómunkákat csináltuk, és aztán az egészet Bostonba kevertük le. És akkor lett egy jó anyag lett belőle. Beszéljünk egy kicsit erről a ma esti projektről, amit itt színpadra hoztál. Ki az úri ember, akivel fel vagy tüntetve? Ő a Mandy, ő... Who's the Mandy? Ő egy producer. Aha. És DJ. Aha. Én nagyon hiszek ebben az új esztétikában, ami 21. századé, igaz, ez a kortárs zene. És ilyen elektronikus hangszerekkel régi dalaimat átkevertük, új szituációkat hoztunk létre, én meg rágitározok valamit. Tehát egy érdekes új esztétika lesz ma bemutatva. Ja, jelzem azt, hogy ma van az ős bemutatója, mert most vagyunk először színpadon ez az új projekttel. Egyébként akkor előkerült egy újabb fazék, ugye, ha jól értem, hogyha vissza. Igen, és éppen ezért a Váradinum alapítvány, aki nagyon-nagyon erős között, hogy jöjjek, mondtam, hogy nincs zenekarról, nem tudok jönni, de gyere, és akkor megcsináltuk ezt. Tehát meg akkor... a zenekarból egyedül is szerintem. Igen. Amúgy az elszólásod nem volt hiávaló szerintem a színházzal kapcsolatban, Péter, mert hogy te, ha jöttem, akkor kb. 20 vagy 21 színházi darabhoz írtál zenei... 38. Művet, már 38, akkor egy korábbi infón volt. Igen. Dolgozol még ilyen színházi területen? Persze. Mm-hmm. Most működik egy a Krajovai Nemzeti Színházzal, az A Legere, azaz Választás című színdarabból írtam azért, és játszom is benne, és ez Mihály királynak a szövege. Nagyon érdekes szöveg, és éppen most június közepén fogok Resicára menni, ahol egy aradi rendező barátommal, a Tapasztó Ernővel dolgozunk majd a Carlo Goldoni egy vígjátékán
hogy is van a magyar címe? Slugala Doisztöpön, hogy van ez? Oh. Szolga két urnál van. Ah, oké, okay. Igen. Akkor ezen munkálkodsz most, igen. Aha. De már majdnem megvan a zene. Megvan. Ezzel a projekttel, ami most mindjárt színpadon lesz, ezzel vannak még terveid? Vagy ezen kívül van más terved a közeljövőbe, vagy akár a távoli jövőbe? Megbeszéltük Misával, Misának hívják a DJ kollégát, hogyha nem dobálnak meg minket paradicsommal ma este, akkor esetleg gondolkozunk arról, hogy ezt folytassuk. De... Szerintem nem az a közönség lesz itt ma este. De persze szeretnénk folytatni, mert én nagyon hiszek ebben az új hangzó szövetben, ami a mai kor. Én meg nem akarnék már, én meg nem akarnék még visszavonulni. Mit gondolsz arról, most mondjam úgy, hogy akkor a proto-blues idejében éltél volna? Mondjuk akár Amerikában, akár, hát jöjjön, Európában később jött el, de az a kezdeti, mondjuk a 20. század elejé blues, éltél volna abban a korban? Hogy milyen lett volna a számodra? Nem akkor? Tudom, de nekem álmémban mindig visszajön az 50-es évek közepe. New York. Azt szerintem már nem volt proto-blues időszak. Az már nem, igen. Ott volt egy valami hangulatos varázs ennek a bohém költészet mindenféle dolognak. Nem tudom, hogy a 20-as években éltem-e volna. Az 50-es években igen. Az 50-es években igen. De hát élsz a 20-as években, mert most is ott vagyunk. Nem tartanánk fel tovább. Köszönjük, Pontosan. Hogy beszélgettél velünk, de Lóri még akar kérdezni. Egy utolsó kérdés. Váradról származol. Milyennek tűnik most neked Nagyvárad? Szenzációs. Mondjak valamit a fületekbe? Nyugodtan. Nagyon szívesen visszaköltöznék. Szuper, várunk. Akkor jó koncertezést és jó zenélést úgy a továbbiakban is, és a nézőknek pedig azt tudom tanácsolni, hogy figyeljék az ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket. Köszönjük mára is a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen! Köszönöm. Megszüntettem a nagy csapatot, a foci csapatot, mert különböző okok miatt. Üdvözlöm az Érhangja Média csoport nézőit és követőit. Ez egy rendhagyó videópodcast lesz. Én magam Kis Tuán vagyok a mikrofonnal, és mai vendégem nem más, mint Erdei Imre, a Székelyhídi Sasok Egyesület és a foci csapat elnöke is. De hát sokan ismerik inkább törekvésként, hiszen ott a régi neve a csapatnak. Üdvözöllek Imre az adásban. Üdvözlöm én is a nézőket, üdvözöllek. Ugye hát fülünkbe jutott egy olyan pletyka napokban Székelyhíd kapcsán, hogy valami történik, vagy valami talán készülni fog a Sasok környékén, vagy a Töri kapcsán. Nem tudjuk, hogy mennyire igazak a pletykák, ezért is kértünk meg téged, hogy akkor kicsit beszélgessünk erről a dologról. Mi fog történni, vagy van-e alapja annak a pletykának, hogy valami fog történni a csapattal? Hát igen, ma reggelre illődött meg bennem. Ez már régebben elkezdődött, de ma úgy éreztem, hogy most már teljesen biztos vagyok abban, igen, én kilépek a foci csapatból, tehát megszüntettem a nagy csapatot. A foci csapatot, mert különböző okok miatt ezt így határoztam. És ezt nem is akarom, hogy hívjanak ebbe az ügybe, vagy próbáljanak vissza befolyásolni, hogy ez döntésemet megváltoztassam. Én úgy gondolom, hogy ezt elhatároztam, és ez így lesz. Azt mindenki tudja, hogy már több mint 10 éve, vagy lehet, hogy még több ideje vagy az elnöke, ugye az egyesületnek is, amely egyesület is van, illetve a csapatnak az elnöke. Mi volt akkor ez a döntés? Tehát mi vitt erre rá? Hát ez egy leginkább akkor, veszünk egy poharat mondjuk félig, akkor telt meg, mikor mindenkit, vagy akik közel vannak, tudják, hogy a Városházáról 3 évvel ezelőtt kaptam egyszer egy szűk szezonra való pénzt, hogy tudjuk végigvinni, azért is beperelt nem titok az ellenzékből az egyik polgárjelölt, most volt a per, tehát ezt mondom, hát nekem ez nem hiányzik, mikor úgy nagyon sok saját pénzem van benne, nagyon sok szponzorpénzt szerzek, meg a polgármester úr szerzett, és még ezért az egyért is bepereltek, ez volt félig a pohár, és a teli pohár akkor lett, mikor a választások után ez a... Én nem tudom, minek nevezem ezt a nagy felhajtást, ezt a nagy
tehát lelkileg tönkretett meg azóta is, amikor érnek a fészen, hogy még nem csináltunk semmit. Tehát vettem egy mérleget. A mérlegbe beleteszem, amit csináltam én, meg amit mondanak, akkor az enyém úgy látszik könnyebb, mert szidnak bennünket. Tehát én így gondolom, hogy ezt nem bírom tovább csinálni. Mi a helyzet a fiúkkal, a csapattal, a játékosokkal? Beszéltél-e már velük erről, tudnak-e a dologról? Hát, mikor én ezt elhatároztam, már mondom rögtön a választás után, de aztán úgy gondoltam, hogy hideg fejjel kell ezt eldönteni. Még most volt egy foci buli betervezve, azt megtartottam, ott még nem, mondom, hát ha változik ez az érzésem, de ugyanolyan, tehát nem változott semmi, tehát és a fiúkat meg el kell engedjem, hogy találjanak maguknak csapatot. Hát nagyon hiányoznak, mert egy család voltunk. Hát és több mint 100 éves ugye a törekvés csapat a lényegében. Mi jöhet ezek után akkor, hogyha ez tényleg, most én is akadok azok a szavakkal lényegében, ez több mint 100 év után megszűnik egy foci csapat, a jövőre hát, nézem, mik lehetnek? Hát én reménykedem, majd valaki felvállalja, azt újjá alakul. De én úgy gondolom, hogy ha szakítunk, ez olyan, mint egy házasság, vagy egy párkapcsolat, ha szakítunk, akkor teljesen meg kell szakítsam a kapcsolatot evel a részével. Legalábbis egyelőre biztos. Mi a közeljövő akkor ilyen szempontból? Mondtad, hogy a fiúkat értesítetted már azért, de hát mi lesz az ő szerepkörük még ezek után, a nyár folyamán akár? Én annyit beszéltem, hogy megértsenek, hogy üljünk még egyszer össze, egy lazos örözésre ott a törzseinkön, és akkor megbeszéljük, elmondok mindent, de nem változhatok a véleményem. Tehát az, nagyon kérek mindenkit, hogy ne telefonáljanak ebbe az ügybe, bármi másod ebbe az ügybe, ne telefonáljanak, ne hívjanak, mert nem akarok változhatni a véleményemet. Továbbá megszerettem, majd személyesen is megköszönöm mindenkinek, akik segítették eddig a csapatot. Úgy kiemelném a polgármester urat, a polgármester urat, az Ati Agraut, a Kuki Agraut. Ezek nagyon sokat segítettek a csapatnak, és azokat a nézőket, akik kitartottak mellettem. A játékosok a nyár folyamán akkor keresett maguknak például új klubot, vagy ingyen igazoltóval válnak ezek után? Igen, keresettek, de amúgy se ki, tehát én tőlem mindenki szabadon távozhat. Nem, van focistáim, akiket én neveltem kicsikorától, azért se kérek pénzt. Boldoguljanak, én azt szeretném minél többre vigyük. Ugye a Töri most, hogyha jól emlékszem, akkor 5. helyen végzett ugye igen, a tabellán igen. A szezon végén, előtte évben pedig harmadikok igen. Voltak. Mi lett volna, ha tovább ment volna tehát, a Zsuga ősztől, szerintem, a terv. Szerintem akár a bajnoki címet is megnyerhettük volna, mert olyan játékosok próbáltak hozzánk kerülni, akik nagyon sokat segítettek volna a csapaton. De így. Igen. Tehát azt akartam még elmondani, hogy ugye most kellene már lépni, kellene a csapatot építeni újonnan, és erre nincs már erőm. Tehát nincs erőm, hogy annyira sérültem, hogy nem tudom folytatni. Mi van, hogyha a fiúk azt mondják mondjuk, hogy ők maguktól próbálnak valamit kezdeni? Tehát a játékosok. Erre szerinted lehet lehetőségük, vagy? Nem. Ez nem így nem működik. Nagyon sok pénz kell hozzá, hogy be kell fizetni az ázseféje, orvosi papírok, mindenféle, tehát bírókat fizetni. Tehát ez az egész jogi procedúra, igen, gondolom, ez meg nagyon ez sok, egy bonyolult téma lenne. Imre, hát nem tudom, mit kívánjak neked, akkor ilyen szempontból úgy értem, hogy a döntésed, a te döntésed, és nyilván valószínűleg akkor mindenki meg fogja érteni, valószínűleg nagy űr fog azért támadni minden hétvégén az emberekben ősztől is, illetve hát gondolom a labdarúgók is azért jelzni fognak a szurkolóknak. Esetleg még valami, amiről nem kérdeztünk, vagy nem esett szó az idáig a beszélgetésben? Hát én úgy érzem, elmondtam mindent. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen, és hát köszönjük az eddigi munkádat, illetve az adatbázisodat a csapat által is. És hát a nézőknek pedig akkor javasoljuk azt, hogy ezt a videót nézzék meg, illetve akkor téged ne hívogassanak telefonon, mondjuk ezt. Így van. No hát, Imre, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat erre a beszélgetésre. Minden jót kívánok neked a továbbiakban is, és kitartást a jövőre nézve. Köszönöm szépen.